Hát sziasztok, drágáim! Üdvözöllek benneteket a csatornámon. A mai napon egy extra gyors és extra finom ételt fogunk elkészíteni ti és én. Remélem, hogy elnyeri a tetszéseteket. Itt a hétvége nem sokára, ha nem szeretnétek sokat kuksolni a konyhán és órákig állni a gőzben, akkor ez a ti receptetek. Tartsatok velem, a család meg fogja hálálni, megígérem. Na gyertek! Először is felszeletelünk szép szeletekre egy-egy kilós csirke mellett. Esetemben egy kiló, ugyanis most csak Joe, én és egy pár gyermekünk fog enni belőle, mert a nagyok már ebédeltek a suliban, és most nálunk ebédidő van, szóval tüsténkedek, mert ma Joe nagyon hamar fog végezni. Egy kiló csirkemellfilé felvágva, amit én most nagy körültekintéssel megsózok, megborsoztam, szórtam rá egy kis őrölt fokhagymaport. De még mielőtt elfelejtem, gyorsan teszek fel egy tésztavizet is. Oké, tésztavíz felrakva, se só, se olaj nem kell bele, majd amikor már forr a víz, ugyanis a só visszatartja a forrást. Ez azt jelenti, hogy nehezebben forr fel a víz, hogyha te már az elején megsózod. Hadd működjön, hadd végezze a dolgát, és majd menet közben elég megsózni. Szerintem olaj nem is kell, maximum egy minimális adag. Na igen, hát ehhez a mennyiségű húsihoz fel fogok verni 2 darab tojást, legalább emmes méretű tojást, amit fel fogok önteni egy kicsi-kicsi tejjel is. Na közben nagyon szépen forr a víz, meg is sóztuk, és most kerül bele a nagyon jó kis fennerigattel. Egészen addig főzzük a tésztát, míg al dente nem lesz. Közben pedig a 2 darab tojást egy kis tejjel, ahogy mondtam, felvertem, most pedig be fogom ezt is ízesíteni sóval, borssal és egy pici fokhagymával. Ha megvolt az ízesítés, alaposan összekeverem. Na hát le is szűrtem a tésztát, finom illatos al dente-re főztem, úgyhogy most visszatérünk a húsihoz. Közben beavatlak benneteket a kulisszák mögé. Egy kicsit Tirza megtanult járni, vagyis most tanul a napokban, és éppen itt feltartja anyát, miközben anya videózna. Igaz, Tizike? Hála Istennek, hogy ez így van. Na gyere ide hamar! Gyere ide! Jaj, de ügyes vagy! Ügyes! Puhát! Veszünk egy mélyebb tányért, és pamkómorzsát, vagy sima zsemlemorzsát szórunk bele, attól függően, hogy mennyi csirkemell filével dolgozunk. Ebbe pedig kerül egy kis reszelt grana padano, vagy pedig parmezán sajt. Na hát úgy látszik, kimaxoltam, ebből kell újat venni, nagyon-nagyon finom volt, de amúgy ilyen utántöltős, szóval akár még lehet is utántöltőt is venni hozzá. És reszelek bele egy kis friss gouda sajtot is, hogy biztosra menjünk. Ha ezzel megvagyunk, alaposan összekeverem a panírmorzsát is, de nem a tojásos villával, egy másik villával, fő a higiénia, igaz? Na keverjük azt a panírmorzsát. Egy jó kis serpenyőt felhevítünk, annyi olajat teszünk az aljába, ami éppen elfedi, de nem is többet, mert ez a csirkehúsig kevés olajon fog sülni. És akkor drága hölgyeim, kedves uraim, következzen a finomság. Egy kis tojásba megforgatjuk a húsit, ezek után belerakjuk a zsemlemorzsába. De mivel nincs több kezem, ezért muszáj vagyok így mondani nektek, hogy megforgatom alaposan a zsemlemorzsában. 2-3 darab fog szerintem ebbe a serpenyőbe beférni, egy-egy nagyobb darab csirkemellből, úgyhogy ennek alapján forgatok be annyit most a jó kis morzsácskámba, és már mutatom is nektek, ahogy sülnek. Nekem itt az indukciósomon egy 5-6-os fokozaton fognak sülni, nem a gyorsaság, hanem a minőség a lényeg, és hogy jól átsüljenek belül. Na kérem szépen, volt itt 4 darabnak is hely, hála Istennek, nem a legkisebb serpenyőt választottam. Azért szeretem ezt a tefát, mert nem ragad le benne semmi, és ilyennel nem is szabadna belenyúlnom, úgyhogy most mindjárt keresek egy műanyagot, ami nem karcolja fel. Isteni finom, egy picit ilyen megsült, égetett sajtillat terjeng a szósz, a morzsa miatt, amiben sajtot kevertünk, de most mindjárt meg is fordítom a csirkét. Nálam most 6-os fokozaton van a dolog,
de szerintem visszaveszem 5-ösre. Hoppácska, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ez bőven elég lesz neki, hogy lassan jól átsüljön. Leírhatatlanul jó illata van. Na hát, reméljük, hogy nem égett annyira oda. Vártam egy 3-4 percet az átfordítással. Doppergés! Lehet lejjebb veszem a fokozatot. Habár most visszatettem az előbb 6-osra, ezért mondtam, hogy lejjebb veszem egy kicsit, de én szerintem nagyon szépen átsült. Nem baj az, hogy egy picit oda sötétedett, de nézzetek meg, milyen szép, gyakorlatilag igazából ilyen aranybarna színe van a panírnak, a finom sajtoktól. Olyan sajtillat van, hogy hú, elmondani is nehéz lenne azt és leírni, amit érzek. Úgyhogy tovább sütöm még egy 3-4 percig, ezek hamar készen vannak, és akkor jön a következő adag húsi. Mi amúgy is jobban szeretjük a rántott húsit is, hogyha egy kicsit füstösebb, égettebb íze van, nyilván nem odaégetjük, hanem tudjátok, amikor ilyen jó sötétbarna és belül át sült a húsi, és a páclé így kifolyik belőle, tehát én így jobban szeretem, és szerintem nagyon jó lesz a végeredmény. Hogyha a húsit megsütöttem, áttérünk a tésztaszósznak az elkészítésére, és utána gyakorlatilag már csak a tálalás marad. Közben a kis hercegnő is kapott egy falat sajtot, mert már szólt, hogy megéhezett. Na hát a finom, ropogós, aranybarnára sült húsi elkészült, úgyhogy indítok a tésztaszószal, ahogy ígértem. Na közben kitakarítottam a serpenyőt egy papírtörlővel, és egy 200 g-os írvajnak a felét belerakom, hogy megolvadjon. Olvadt vajba 3 gerez fokhagymát rakunk, amit apró darabkákra vágtunk. Ha megsültek a fokhagymák, akkor hozzáadjuk a tejszínt, és jól összekeverjük. Hogyha összekevertük, egy kicsit magasabb hőfokra kapcsolunk, és kifőzzük belőle az összes létező vizet, így kapjuk meg a szuper jó és krémes állagot, amit én még megspékeltem egy kis Gresset Gouda sajttal is. És hát gyakorlatilag ugye attól lesz lemon pasta chicken az ételünk, hogy egy fél citrom levét legalább belenyomjuk ebbe a finom, krémes masszába. Én egy kicsit csaltam, én egy picikét több citromot tettem bele. Ezután jön a csoda, a kedvenc részem, amikor összekeverjük a tésztát a krémmel. Amikor végeztem a kedvenc részemmel, akkor még egy kis goudát reszelek a tetejére, felvágom a csirkehúsit, és hát nincs más hátra, mint előre, összeállítom a finom ételt. A tálalásnál érdemes odafigyelni arra, hogy ne túl nagy adag kerüljön egyszerre a tányérra, hogy szép és ízléses legyen, és a tetejét egy kis újhagymával megszórhatjátok, ez ad egy plusz szuper ízt neki. Édi! Mit szólsz egy lemon chicken pastához? Lemon chicken pasta. Jó étvágyat! Oh, nagyon szépen köszönöm, de barom jól néz ki. Nagyon szívesen, és nagyon hamar is meg is volt. Jó étvágyat! Egészségünkre! Na hát, ennyi lett volna ez a szuper egyszerű és nagyszerű recept, amit akár hétvégére is el tudtok készíteni, ha nem szeretnétek órákig a konyhán állni. Maradjatok velem, mert jövök még egy extra leveses recepttel is nem sokára. Köszönöm, hogy itt voltatok, ha még nem vagytok a csatornánk lakói, mindenképp nyomjátok meg a feliratkozás gombot, szóljatok hozzá ehhez a videóhoz is, hogy ti is el fogjátok-e készíteni, vagy hogy ha mostanában csináltatok hasonló receptet, megoszthatjátok nyugodtan velem. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra, legyetek egészségesek, és szeressétek egymást. Sziasztok! Jaj, te!